Közben egyeztettünk a kollégákkal, és megpróbálunk még bekapcsolódni a másik asztalon zajló küzdelmekbe, ahol Vicsek és Nagy küzdenek egymással. 2-2 az állás, és 6-5-re vezet Nagy Krisztián. Gyönyörű tenyeres pörgetést láttunk. Krisztián tegnap meggyőző fonákjátékot mutatott, aztán a meccs végére elővette azért a nagy tenyeres pörgetéseit. Úgy látom, hogy most mai napon nem kell várni a meccs végéig. Vicsek játékát viszont tegnap nem tudtam a közvetítés közben figyelni. Azt viszont láttam, hogy nagyon magabiztosan játszogatott. Közben elakadt a ritkán látott labdamenetet, sikerült elkapnunk, ahol Krisztián intenzíven támadt. Vicsek középtávról pörgetett, illetve azt látott távoli droppal tolta vissza a labdát. Aztán Krisztián ügyesen kiszorította, és egy zseniális ütéssel gyakorlatilag a saját tenyeres oldaláról, ha jól láttam, fonákkal visszanyeste a labdát, amit Krisztián ahelyett, hogy kiállt volna és tenyeressel pörgette volna be, egy nagyon szép fonák lepörgetéssel gyilkolt meg, úgyhogy ezt már gyakorlatilag élő ember nem érte volna el. Annyit a mérkőzés előzményeihez hozzátennék, hogy most 2-2, 10-6 Krisztiánnak, de 2-1-re még Vicsek Iván vezetett, onnan jött fel 2-2-re Nagy Krisztián, és most megfordította, tehát ő veszi át a szettek arányában a vezetést, 3-2, pici pihenő. Lassan kifújták magukat a srácok. Folytatódik a mérkőzés, bár látom Iván még az edzőivel vitatja meg, hogy mi legyen a tuti taktika. Nincs könnyű dolga, mert Nagy Krisztián kitűnő játékos. Ugyanakkor talán a rutin az Vicsek oldalán áll. Meglátjuk, hogy melyik lesz a nyerő a mai napon. Ütőszérről pattant ki játéktéren kívül a labda olyannyira, hogy átpattant a lányokhoz. Gyanítom, hogy ez most kivételesen nem ismerkedési szándékkal történt. 1-0-ra jelen pillanatban Vicsek Iván vezet. Krisztián egy kicsit elpörgette ezt a fonákot. Nem ért asztalt, úgyhogy 2-0 és Iván szervál. Ügyesen küzd. Biztos feltűnt, hogy Iván balkézzel játszik, ez időnként nagyon meg tudja keseríteni a jobbkezesek életét, ugyanis az falsok fordítva jönnek, illetve egy picit máshogy helyezkednek az asztalnál, inkább jobban a tenyeres oldalukat erőltetik általában, ugyanakkor ez így össze tudja kuszálni optikailag a dolgokat, mert
az ember próbálja a fonák oldalt játszani, csak nincs fonák oldal. Nagy Krisztián mérgel ütött egy picit, ugyanis egy nagyon rossz sorozatot produkált, 5-0-ra elengedte az ellenfelét, és 8-11 nyert pontig megy egy szett. 5 pont az nagyon-nagyon sok. Egy pici hullámvölgyet látunk. 6-1-nél egy biztosan beütésre érdemes labdát ütött az asztal mellé Krisztián. Úgy érzem, hogy most lélekben el fogja engedni ezt a szettet, mintha nem küzdene, egyszerűen bevállal mindent. Ez is egyszerűen csak beleverte a hálóba, ez gyakorlatilag az ifjonti hív. Aztán szervál egy nagyon jót. 8-2 Vicse kívánna. Igen, egy picit még a mozgásán is lehet érezni nagynak, hogy már nem érdekli ez a szett. Gyakorlatilag szerintem ez az utolsó labdát is megpróbálja azonnal beászolni, vagy beleszerhálja a hálóba. Igen, hát hagyta kétszer lepattanni. Egyébként az sem biztos, hogy ez baj, hogy ezt a szettet így elengedte, ugyanis van, akinek ez tud segíteni. Egyszerűen most kicsit rápihen, ha tud fejben új lapot nyitni, akkor a döntőszetnek úgy tud odaállni, mintha ez a szett meg se történt volna. Persze a statisztikában azért benne lesz, és mi is láttuk itt közösen. Kíváncsi leszek, hogy ki fogja tudni a végjátékot jobban megjátszani majd. A másik két asztalon még folyik a küzdelem. Innen nem látok eredményeket, de az látható, hogy itt hosszú labdamenetek vannak folyamatosan. Közben visszatérek a meccsünkhöz, mert elindultunk. Vicsek kezdi a szervát. Az első labda meg is van. Most már a második is 2-0-ra vezet. Nagy Krisztián úgy látom, hogy még mindig dühös. Ugyanakkor reméljük, hogy ez jót fog belőle kihozni. Adott egy nagyon jó kihelyezett szervát, pont olyan szögben állok, hogy láttam, hogy kanyarodott kifelé a labda. Nagyon nehéz volt fogadni, nem is sikerült, abból megvan az első pontja, de rögtön a következő labda menetnél nem tudta a labdát megfelelően kezelni, úgyhogy 3-1-nél veszi vissza a szervát Vicsek. Azt kell mondjam, hogy ezt a labdát nem láttam, hogy hol pattant. Itt többen beszóltak, hogy csúszott a közönség soraiból. A bíró is megadta Nagy Krisztiánnak a pontot. Ugyanakkor elnézést is kért. Úgyhogy fogadjuk el, hogy ez egy szabályos asztalérintés volt. Vicseket nem igazán zökkentette ki, úgy látom, hogy jól viseli ezeket a megpróbáltatásokat. 4-2-nél Nagy Krisztián folytatja az adogatást. Egy nagyon szép fonák lepörgetést láttunk, tegnap ebből nagyon sokat mutatott be, sőt ma is láttunk már tőle ilyet. És meg tudta csinálni egymás után kétszer, lehet, hogy ez egy pici pluszt ad neki mentálisan. Két gyönyörű ütéssel az ember olyannyira, hogy 4-2-ről meg tudta fordítani az állást, úgyhogy Nagy Krisztián vezet 5-4-re. Erre se fogadtam volna ezelőtt 3-4 perccel.
sőt, gyakorlatilag ütőszéllel talált el a labdát, csak az Iván így tudta növelni az előnyét nagy Krisztián, és ő szervál, tehát hogyha most két nagyon jó szervát tud adni, amiből előnyben lehet. Elakadt a szavam egy pillanatra, ugyanis egymás után mindketten olyan labdát ütöttek, ami a hálóról pattant az ellenfél tér felére, és ebből Krisztián jött ki jobban, 7-4. Kicsit talán ezt elkapkodta, hogy ahogy bejött az előző pont, lehet, hogy talán egy pici türelem most áldásosabb lett volna egy okos, jól helyezett, erős falssal adott szerva. Ennek a sportágnak ugyanakkor meg kell tudni tanulni ezekkel együtt élni. 8-6 Nagy Krisztiánnak is egy nagyon szép tenyeres, egyenes lepörgetéssel szerezte meg a 9. pontját. Lehetett látni, hogy egy jó lábmunkával teremtett magának jó ütéspozíciót. Hát ez most nem jól jött össze. Gyakorlatilag kiugrott tenyeres oldalra, hogy lágyan egy pörgető mozdulattal emelje át a háló fölött, de vagy a soft élét érhette, vagy szerencsétlenül találta el, de nagyon messze ment az asztaltól. És elérkeztünk ennél a mérkőzésnél is az időkérésig. Krisztián időt kért. Ő vezet még 9 hétről. Ezzel a labdamenettel Vicsek feljött 9-8-ra. Ugyanakkor nyilván Krisztián célja az, hogy most gyorsan 2 pontot szerezni tudjon, hogy ne legyen esélye Ivánnak esetleg megfordítani ezt az állást. Nagyon gyors időkérés volt, mert még a gondolatot se tudtam végigmondani, már folytatódik is. Azt gondolom, hogy megérte várnunk erre a labdamenetre, mert több nagyon szép megmozdulás is volt benne, finom áttolástól kezdve egy erős nyesést adott át az Iván Krisztián oldalára, viszont ő a sokat magasztalt fonák pörgetésével nagyon szépen el tudta indítani a keményebb labda menetet, és azt meg is tudta nyerni. Ezzel a ütésváltással be is fejeződött a mérkőzés. Nagy Krisztián 4-3-ra meg tudta verni Vicsek Ivánt. Azt gondolom, hogy nagyon szép labdameneteket láthattunk, megérte a mai délutánt a pingpongra szentelni. Nem sokára folytatódik a közvetítésünk. Nem sokára jövünk is vissza.